Sok szeretettel köszöntöm a BK Televízió nézőit. A mai vendégünk Dindi István tanár úr, aki a Tétény a 30-as években című könyvnek a főszerkesztője. Első kérdésként arra lennék kíváncsi, hogy honnan jött az ötlet, hogy Nagy Tétény 30-as éveiről szóljon a könyv? Kicsit kijavítalak, hanem bántalak meg ezzel. Nem a főszerkesztője vagyok, hanem az írója vagyok a kis könyvecskének. És az ötlet tavaly született, egy évvel ezelőtt, amikor kezembe került néhány nagytétényi újság, amely a 30-as években keletkezett. A 30-as években majdnem 10 éven keresztül járt ez a lap Nagytétényben, és ez pont 80 évvel ezelőtt volt, 1933-ban jelent meg az első szám, és a nagytétényi polgári körrel beszélgetve vetődött fel az az ötlet, hogy egy kicsit a újságnak is tisztelegjünk, másrészt felhasználva ezt a lehetőséget, írjuk meg Nagytétény egy évtizedének a részletes történetét, hiszen a községről, Nagytétényről eddig csak nagyobb, tehát tágabb terjedelmi dolgok jelentek meg, kisebb jelentőségű dolgok, részletes leírása eseményeknek még nem született meg. Ez adta az ötletet, még egy kicsit utána néztem, honnan lehetne esetleg meríteni, és kiderült az, hogy a fővárosi levéltárban is sok-sok forrásanyag található, 30-as évekről a községképviselőtestületi üléseinek a jegyzőkönyveit ott találtam meg, és ez a kettő együtt adta a alapját ennek a kis könyvnek. Ugye a könyv rengeteg adatot tartalmaz arról, hogy hogyan éltek akkor az emberek, illetve számszerű adatok is vannak benne. Ez mit mutat, hogyan fejlődött a település akkoriban? Egy kicsit úgy fogalmaztunk közösen is, hogy talán a 30-as évek Nagytétény történetének egyik fénykora volt. Lehet, hogy túlzásnak hangzik ez, de aki elolvassa majd ezt a kis könyvecskét, az rájön arra, hogy valóban nagyon sok minden történt ebben a tízesztendőben, Nagytétényben. Maguk a számok is bizonyítják azt, elég sok adat van benne, amelyek éppen ezért nem unalmasak. Egy-kettőt csak hadd említsek meg. 1930-ban Nagytétényben 7100-an éltek. Amikor befejeződik a krónika, 39-ben már 9000 lakosa van a községnek. Hát ez a 2000 főnyi növekedés is bizonyítja azt, hogy ez a település ebben az időszakban nagyon is komoly és érdekes, izgalmas életet élt. Ugye az emberek akkoriban sem csak jól éltek, vagy csak rosszul, hanem itt is megvoltak a társadalmi különbségek, és erről is ír a könyv, mesélne erről egy kicsit? Előtte talán egy picit arról, hogy miről is, hogyan is tagozódik ez a könyv. Van egy alcíme, helytörténeti krónika évről évre. Ez sokat elárul. Sokat gondolkodtam előtte, hogy hogyan is tagoljam a kis könyvecskét, külön a kulturális életről, külön a gazdasági életről, külön a politikáról, közéletről, és ezt vegyem végig, mindegyiket külön-külön, tehát tematikusan. Aztán arra jöttem rá, hogy krónikaszerűen az emberek számára sokkal érdekesebb lesz, tehát ha évről évre veszem sorra az eseményeket. Talán a legérdekesebbeket megemlíteni, és majd mindjárt a kérdésre is válaszolok. Van benne sok érdekes és egy kicsit vitatott személy is a könyvecskében. Az egyik talán Gömbös Gyula, aki 1932-36 között volt Magyarország miniszterelnöke, és a politikája, életútja még ma is vita tárgya, sokat vitatkoznak rajta, ellentmondásos volt, ez tény és való, de Nagytétény életében ő meghatározó személyiség volt a 30-as évek első felében,
hiszen Nagytétének az adófizető polgára volt. Óhegyen fönn egy 50 holdas kis birtoka volt, ott élt a feleségével, édesanyjával, és nagyon gyakran bekapcsolódott Nagytétény közéletébe feleségével együtt, sőt, adományokkal és egyéb dolgokkal segítette, fejlesztette Nagytétényt. Nagytétény 1933-ban díszpolgárává választotta őt, díszoklevelet kapott, és a halála után, 1936 után utcát neveztek el róla, emléktáblát helyeztek el az utcában. A mai Angeli utca viselte az ő nevét, és a református templom falán volt az emléktáblája. A újság, és ez a könyv is az újságra alapulva, elsősorban Nagytétény középrétegét, elit rétegéről szól. Őket képviselte elsősorban az újság, de nagyon komolyan foglalkozott a szegényebb sorsú emberekkel, a szegényekkel is. És ebben az időszakban, a 30-as évek első felében főleg, nagy volt a szegénység nem csak Magyarországon, hanem Nagytétényben is. A gazdasági világválság hatására Tétényben is rengeteg munkanélküli élt. Rengeteg koldus járt az utcákat, szegényügyi bizottságot is hozott létre a községképviselő testülete, hogy segítse a szegények életét. A számadatok is bizonyítják ezt, ha visszatérünk a számadatokra. 1937-ben egy Caritas nevű katolikus jótékonysági szociális egyesület novemberig például több mint 8000 ebédet osztott ki, november elejéig is. Többször is rendeztek tejaesteket, műsoros esteket, melynek a bevételét a szegény családokra vagy a szegény gyerekekre fordították. A tétényi vállalatok, gyárak, elsősorban a gumigyárról kell beszélnünk, az volt ekkor Tétény legfejlettebb, legjobban fejlődő vállalata. Minden karácsonykor az összes munkás gyermeket megajándékozta cipőkkel, ruhákkal és egyéb ajándéktárgyakkal. Miről meséljek még, mert rengeteg dologról lehetne szólni, a katolikus egyházról. Igen. Például, meg az egyházak szerepéről. Tétény lakosságának a több mint 85%-a katolikus volt ebben az időszakban. 12%-a volt református, de voltak izraeliták, zsidók is. És ez a három egyház nagyon barátságos volt egymással, nagyon jó viszonyban éltek egymással, az izraelita közösséggel is, akiknek az imaháza, zsinagógája most kerül felújításra Nagytétényben. És természetesen a legnagyobb szerepet Tétény életében a katolikus egyház töltötte be. A plébánia templom ról sokat foglalkozik a könyv, már csak azért is, mert művészettörténeti szempontból is jelentős felfedezéseket tettek a templomba pont a 30-as években. Élt Tétényben egy Dáni Géza nevű művészettörténész, aki a kastélynak volt a résztulajdonosa, és egyben Nagytétény helytörténésze is volt, kutatta Nagytétény történetét. Ő volt az, aki egyrészt a templomban 18. századi freskókat fedezett fel, amelyek nagyon híresek. Ma is megnézhetők a templomban ezek a freskók, mert azóta restaurálták őket. De ez a Dáni Géza volt az, aki Camponával kapcsolatban, Campona ókori település feltárásával kapcsolatban rengeteg dolgot tett. Az ő nevéhez fűződik az, hogy bebizonyosodott az, hogy az ókori Campona területén alakult ki a mai Nagytétény. És a mai Nagytéténynek a főútja a Hősök szobrától egészen az Angeli utcáig még ma is azt az útvonalat követi, amelyen valamikor a római katonák és azok családtagjai jártak. Sajnos már az eredeti kövezet nincs meg, de az útvonal az követi a akkori utat.
Még arra lennék kíváncsi, hogy a gazdasági élet milyen volt a 30-as években? A 30-as évek első felében nagyon rossz volt. Nagy Tétényben elég sok kereskedő, iparos élt, és 34-ben kérdezi meg az újságriportere, ilyen felmérést végez az iparosok meg a kereskedők között, hogy milyen a helyzetük, és mindegyik arról panaszkodott, hogy nem megy az üzlet. Szelman Ignác, a híres vendéglős, például azt írja le az újságban, azt említi meg a riporternek, hogy sokan járnak a vendéglőmben, de fogyasztás szinte alig van. És a többiek is. A leghíresebb építész, Fojdl Elemér, akinek a nevéhez több híres ház is fűződik Nagy Tétényben, azt írja, azt mondja, hogy 50%-kal esett vissza a megrendelése, és volt olyan építész, akinek szinte semmi megrendelése nem volt abban az évben. 1937-ben újra megkérdezik az iparosokat, kereskedőket, a lap szerkesztői, akkor már kedvezőbb a kép, és olyan 20-25%-os fejlődésről számolnak be. Mi ennek a fejlődésnek az oka? Ennek a fejlődésnek az oka, és akkor egy kicsit megint visszatérek Gömbös Gyulára. A Gömbös Gyula a 32 után minden igyekezetével azon fáradozott, hogy Magyarország gazdasági fejlődését megindítsa, és végül sikerült neki, főleg a németekkel és az olaszokkal komoly gazdasági kapcsolatot kialakítania. Ugye ez a gazdasági kapcsolat majd aztán sajnos Magyarországot erősen a fasiszta államokhoz kapcsolja később, de hát 32 környékén ezt még előre azért ennyire senki nem tudhatta, hiszen Hitler sem volt még hatalmon 32-ben, és 33-34-ben ugyan nagyon szoros kapcsolatot alakított ki Hitlerrel és Németországgal Gömbös Gyula, de azért azok nem voltak még előre láthatók, hogy mi fog bekövetkezni majd 39 után. Lényegében megindult egy kicsit a gazdasági fejlődés, a konjunktúra az országban, és ez Nagy Tétény életében is megjelent. Ha nem is óriási mértékben, de azért látszott, hogy Nagy Tétény is fellendülőben van gazdasági téren, és ez a vállalatok tevékenységén is megjelenik. Utolsó kérdésként még azt szeretném megkérdezni, hogy hol érhető el ez a könyv, és hol tudják megvásárolni az érdeklődők? Ezt a könyvet a Nagy Tétényi Polgári Kör, illetve az Ember és Érdekvédő Egyesület adta ki közösen. Április 12-én volt a könyv bemutatója, 200 példányban jelent meg, és a Polgári Körnél lehet megvásárolni a könyvet, amelynek remélhetőleg lesz egy folytatása is Nagy Tétény az 1940-es években. Köszönöm szépen a beszélgetést, nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Én is köszönöm.